Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek, és hogy miért is így készül ez a videó, ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy nagyon el vagyok most foglalva, nagyon be vagyok osztva, és arra gondoltam, hogy kihasználjuk az időt, miután arra éppen nincs időm, hogy most leüljek, és gyakorlatilag ugye úgy meséljem el neked azokat a dolgokat, amikről most szeretnék veled beszélni, úgyhogy beállítottam a kamerát, és közben fogunk beszélgetni, amíg én úton vagyok. Egy kicsit olyan érzésed lesz legalább, mintha itt lennél velem, hisz mondjuk, ha itt ülnél mellettem, akkor gyakorlatilag ugyanez az élményed lehetne. Miközben én meg majd megpróbálom neked azokat a hasznos információkat elmondani, amik tulajdonképpen még sehol nem hangzottak el. Nem azért mondom ezt, mert hogy én ilyen okos vagyok, hanem tapasztalatból tudom, közben itt elkezdett esni, elég rendesen az eső, úgyhogy néha fogod majd hallani az ablaktörlőnek a hangját is, remélhetőleg más egyébet nem, meglehetősen esős idő van egyébként, amit ugye azt mondják, hogy tipikus angliai az időjárás. Na, de nem is ezért vagyunk itt, hanem tudod, hogy én már beszéltem nagyon sok mindenről, hogy letelepedés, megélhetés, munka, pályázás, keresés, jogi dolgok, lakás dolgok, pénzügyi dolgok. Viszont ebben a filmemben én szeretnék most visszamenni teljesen az alapokig, amennyire csak lehet. Gondolok itt arra, hogy ilyenekről még nem beszéltünk egészen eddig, hogy az élet mennyibe kerül, hogy miben is lehet itt megélni, hogyan lehet megélni. Mert az az igazság, hogy annyi csacsiságot hallottam is. És olyan sok kétségbeesett történetet láttam már, amikből majd mindjárt elmondok neked néhányat, hogy azt gondolom, hogy ezekről érdemes beszélni még mielőtt valaki nekivág a nagyvilágnak, és hát eljön ide Angliába, mert azért az jó tudni, hogy miből lehet, mennyiből lehet megélni, lehet egyáltalán félrerakni, illetve hogy hogyan is néz ki az élet. Nos, közben belepillantgatok majd azért a piros lámpánknál, a jegyzetememre azért elég sok mindennel készültem, úgyhogy most is egy másodpercre oda pillantok. Igen, hát ami nagyon fontos, hogy nem tudom mennyire jutott el, minden bizonyára jutott Magyarországra is a hír, hogy gyakorlatilag a miniszterelnök bejelentette az Európai Uniónak, hogy amennyiben ők lesznek kormányon a következő választásokkor is, választások után is, abban az esetben 2017-ben megszavaztatják az angol lakossággal, hogy benne maradjanak az Európai Unióba vagy nem, aminek sok előnye, hátránya lehet, mint munkavállalókat annyiban érinthet egyébként, és még ezt nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy esetlegesen mondjuk, hogy Anglia kivenne az Európai Unióból, ez azt jelenteni, hogy megszabhatná, hogy azok, akik jöhetnek Angliába, milyen országból, tehát nem jöhetne mindenki az Európai Unióból, csak úgy, mint ahogy most teheti. Tehát, hogyha mondjuk te arra gondolsz, hogy szeretnék kijönni, akkor érdemes ezt minél előbb realitássá változtatni, mert előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy mire már jönnél, addigra már nem lesz lehetőséged. De ezzel nem akarlak biztatni, hogy hagyd el Magyarországot, tulajdonképpen ez csak egy olyan információ, amit jóha tudsz. Egyrészt nem biztos, hogy ők újra kormányra kerülnek, másrészt pedig nem biztos, ha megszavaztatják, hogy a lakosság azt fogja mondani, hogy ők el akarják hagyni az Európai Uniót. Na, hát hogy milyen történetekről milyen történetekkel szembesültem, mert ugye nem hallottam, hisz én vettem bennük részt. Ez csak azért fontos, hogy azt lásd, hogy azért felkészületlenül ide semmiféleképpen, illetve más országból sem érdemesen azt gondolom elmenni, mert hogy nagyon nagy problémáink adódhatnak belőle. Voltam olyan helyen, ahol gyakorlatilag a családnak elfogyott minden pénze, nem volt semmiféle munkájuk, bevételük és szállásuk sem, és gyakorlatilag az utolsó dolog történt velük, ami annyit jelent, hogy a rendőrség, mintha kisgyerekek is voltak a családban, rájuk való tekintette, összeszedte őket, kivitte a repülőtérre és haza Magyarországra deportálták őket, tehát ez azt jelenti, hogy nem maradhattak az országba, mert a kisgyerekeknek a biztonsága volt veszélyeztetve, tehát azt gondolom, ilyen helyzetben senki ne jusson.
Illetve voltam olyan helyen is fordítani, ahol az anyuka sírva mesélte a körzeti orvosnak, mert hogy teljesen ugye ki volt borulva, idegileg teljesen érthető okoknál fogva, hogy gyakorlatilag ő is a férje, illetve három egészen picikorú gyerek, tehát egészen 2-3 éves kortól a 7-8 éves korig érkeztek ide az országba, és gyakorlatilag ugye a szülők dolgoznak, és hát azt tudták megengedni maguknak, hogy olyan árban béreljenek lakást, amiben nem volt mosógép és egyéb ilyen dolgok, egy szobában laktak ötten egy ágyon, illetve ugye el lehet képzelni, hogy az anyuka munka után még mindenkire kézzel mosott, öttagú családról van szó, illetve főzött, tehát én azt gondolom, hogy ez is azért eléggé komoly dolog, tehát érdemes ezeket végig gondolni, és éppen ezért fogunk belemenni nagyon részletesen az itteni költségekbe. Volt egy olyan történet, nagyon érdekes, hogy a repülő